rejtelezett idézetet fejtsétek meg. Jó? 5. alkalommal rendezték meg a cikói ökovetélkedőt. A megmérettetésen a környező települések felsős diákjai vettek részt, aminek végén a csapatok elismerő oklevéllel gazdagodtak. Az elméleti példák az ismeretterjesztés, míg a gyakorlatiak a környezetvédelem és az újrahasznosítás jegyében zajlottak. Elsősorban az a célunk, hogy a gyerekek itt picit egy ilyen szemléletformáláson menjenek át, illetve hát erősítsük meg azt, amit ugye tanórákon tanulnak, a környezetvédelmet tartsák fontosnak, szeressék a körülöttük lévő természetet, értékeljék azt. Erős Beáta, a zsűri tagja kifejtette, hogy a feladatok között puzzle, embléma felismerő és összepárosító játékokon kívül szörpkostolás és a Battleflip nevű ügyességi játék is szerepelt. Ez most már 5. éve kerül megrendezésre, sajnos a Covid miatt nem volt rá lehetőség, hogy összegyűjjenek a gyerekek. Egyébként mindig nagy érdeklődéssel fogadják ezt a versenyt, és én azt szeretem ebben, hogy amit eddig nem tudtak, azt most itt van lehetőségük megtanulni és elsajátítani. Fábián Luca elmondta, minden feladatot nagyon élveztek, céljuk pedig a legjobb 3 csapat közé kerülni. A képek nagyon egyszerűek voltak, meg a túraútvonal is. Igazából nem nagyon volt olyan. Vagy nem tudom, nem érzem úgy, hogy volt, ami bonyolultabb. Esetleg a 3 kép közül, hogy melyik lehet a legelső, így talán azok. Az ismeretterjesztő feladatoknak köszönhetően a versenyen résztvevő gyerekek játszva tanulhattak és fejleszthették képességeiket.